Elegáns báli ruhában páronként vonultak be a zsúfolásig megtelt terembe a zombai általános iskola végzős diákjai a farsangi mulatság kezdéseként. Itt ilyenkor az a szokás, hogy karnevál herceget és hercegnőt választanak a legidősebb tanulók közül. Az iskola és a tanári kar szavazást indít, és megszavaznak pár ember közül egy párt. Ugye kettes párokban lehet jelentkezni, és így szavaznak meg egy párt. Évtizedes hagyománya van már annak is a zombai általános iskolai mulatság idején, hogy a középiskolát hamarosan megkezdő tanulók egészen különleges produkcióval készülnek erre az alkalomra. Az előző évben már tanulni kezdett táncaikat adják elő a megjelent több száz szülőnek és rokonnak. Anyukám még segítettek felvenni a ruhát, meg hát ilyen dolgok. Elmentem fodrászhoz én is, és hát fölöltöztem, és itt vagyok. Eléggé izgulok, viszont nagyon csinos a ruhám, és ezért így örülök, hogy megmutathatom mindenkinek, meg büszkék rám anyukámék is. A báli tánc megnyitóra már hónapokkal korábban elkezdenek felkészülni a diákok. Nem véletlenül a farsangi mulatságra, ugyanis mindennek tökéletesen kell működnie. Négy táncból álló koreográfiát tanultak be, és hát ezért van ez a hatalmas nagy izgalom. Természetesen ilyenkor apuka, anyuka, rokonok, nagynéni, nagypapa, mindenki eljön és megnézi őket. A 8. osztályban ez mindig nagy kihívás, mert így aztán természetesen, hogy a gyerekek számára, különösen a lányok számára, ez rendkívüli fontos szerepet tölt be az életükben. Ilyenkor az osztályfőnök és a többi kollégám feladata az, hogy azért ezeket a dolgokat megpróbáljuk a szülők segítségével megfelelő arányban a napjaikba beleépíteni. De én úgy gondolom, hogy ez azért sikerül. Nyolcadikasok gyakorlatilag a tavalyi koszorúcskával már elkezdik ezt a felkészülést. Minden évben a nyolcadikas szülők segítségével öltöznek fel ilyen szépen a lányok, és hát meg is köszönöm nekik, hogy mindig támogatják mind anyagilag, mind pedig erkölcsileg ezt a rendezvényt. Mint látható, gyakorlatilag ez a nagy sportcsarnok is megtelett a nézőkkel, és a nap folyamán az alsósok is és a felsősök is rövid műsorokkal köszöntik a tavaszt, és búcsúznak el a téltől. A végzős diákok bemutatója után természetesen az alsóbb évesek is színpadra léptek, ők jelmezes táncos produkciókkal készültek. És mivel tényleg nagyon sok a felnőtt hozzátartozó, ezért ilyenkor a szervezők természetesen rájuk is gondolnak. A gyerekeknek szóló bál után pedig este szerveztünk 8 órai kezdettel egy jótékonysági bált, ugye az iskolai feladatok és programok támogatása céljául, ahol van minden felnőttet szívesen várunk, és mindig nagyon sokan el is jönnek. Fésükült a fésücskében!
Mi alszik az ágyamba? Ki vagy te? Én vagyok a Hófehérke 2. Mindenképpen ez a legnagyobb rendezvényünk a ballagás mellett, és hát az iskolába gyakorlatilag azok a szülők jönnek el, akiknek a gyerekeik ide járnak. Jelen pillanatban több mint 200 gyerek jár ide az iskolába, és hát a szülők, hála Istennek, segítik ezt és támogatják ezeket a rendezvényeket.